szépen, Lilike, és maradj csöndben, mert az Irma meg fog teríteni a drága nagy embernek. A rongyos Irma fog megteríteni az édes, drága, mérges embernek. Pont 12. Gyere, te lustábrosz! Nálúgy! Kelj fel! Gyere dolgozni! Tanulj meg, Lilike, hogy hogy kell teríteni. Szépen ki lesz simítva. Itt könyökön rá, drága mérges, látod? Van rajta 4 folt. 2 spenót, 2 paradicsom. Szalvétát a jobb kézhez tesszük. Ebbe törüli a száját a drága mérges. Látod? Itt törüli bele. Csóküzenés a szalvétapostával. Dacára, hogy én rám mindig haragszik. Ez egy boldog szalvéta, és én vagyok a legrongyosabb muskátli Pesten. Boldogságom himpora. Lenge szellő lengedez. Fájdalmamnak angyala, könnyeimnek zápora. Szép vers? Én csináltam, de ezt már hallottad sokszor, Lilike. Tányér pont középre lesz téve. Villa balra, kés jobbra, kanál elől keresztbe. Pohár, ide kézhez. Ebből iszik boldogságom angyala, drága mérges. Látod? Itt iszik belőle. Csóküzenés a pohárpostával. Nem leszek én boldog soha! Nem lesz nekem gyönyörű. Ez a legújabb versem. Por és szóda is csak később jön pont a leves után, mert megmelegszik. Értette, tök fejű? Te vagy a legbutább tücsök ebben a Józsefvárosban? Jaj, nem te, Lilike, hanem én személyesen. Drága mérges gazdám, a legdrágább mérges egész Pesten. Só, paprika, fogpiszkáló. Szúrd át boldogtalan szívemet, te boldog fogpiszkáló. Boldogságom himpora, lenge szellő lengedez. Fájdalmamnak angyala, könnyeimnek zápora. Kavics, kavics van a cipőmben. Hó, gyere le, cipő! Van szerencsés lábam. Szerbusz, kis ujjam. Látod? Én vagyok a legrongyosabb muskátli Pesten, de szebb lábam van, mint a gróf Gutmann kisasszonynak. Nézd, milyen rüsztöm van. Rüsztöm is van, jaj, de szép, magas rüsztöm is van. Hova? 2 kavics volt benne. Szép lábam van, de senkinek se kell. Boldogtalan lábam, gyönyör himpora, szomorú kis rüsztöm, édes angyala, más vissza a cipőbe, jó segítség! Mit csinálsz itt? Teritek a sipos úrnak. A lábaddal? Kavics ment a cipőmbe. És kivel kiabáltál itt? Senkivel. A Lilikével beszélgettem boldogtalanságomban. Megint bolond vagy? Mindig bolond vagyok, kezi csókod. Miért csókod a kezemet, hanem húzd fel a cipődet, és csendben végezd a munkádat. Kati! Miért nem tartja otthon a gyerekét? Mit csináljak, kérem? Folyton elcipeli tőlem. Mit cipeled mindig? Imádom a Lilikét. Tessék neki megmondani, nagysága, kérem. Ne mondja a gyereknek mindig, hogy Lilike. Van annak becsületes neve. Jánoska. Ő meg rászoktatja, hogy Lilike. Hát még megszokja a gyerek. Hát micsoda butaság ez, hiszen nem is lány. Én lánynak tekintem. Olyan édes kis lány arca van. De ez az én barátnőm, ugye, Lilike? Folyton cipeli, még leszoktatja a járásról, pedig milyen nehezen tanult meg. Azt hiszi, mert távoli rokon, neki mindent szabad. Ő távolról rokonom, de itt közelről cseléd. Maga csak bátran parancsoljon neki. Igenis, nagysága, kérem. Úgy látszik, már egészen bolond vagy. Nem férsz a bőrödbe, de ki foglak dobni. El foglak küldeni az anyámhoz, falura a tehenek mellé. Nem lesz belőled rendes cseléd soha, mi van veled? Semmi. Mit csináltál ma reggel? Semmit.
A házmesterné azt mondja, hogy mesztelenül járkáltál az udvarban reggel 6 órakor. Nem igaz. De igenis igaz. A saját szememmel láttam. Nem igaz, mert nem járkáltam. De mesztelen voltál. A fürödtem. Na tetszik látni. És mibe fürödtél? Az esővizes hordóba hátul az udvarba. Senki se látta, mert még mindenki aludt a házban. Megfürödtem és rögtön felöltöztem. Jól van, Kati, kimehet. Na gyere, Jánoska. Na gyere. Hogy mersz te megfürödni az esővizes hordóban? Miért fürödtél? Piszkos voltam. Ez a legújabb mániád, a fürdés. Múltkor belefürödtél a mosóteknőbe. Ó, akkor boldogtalan is voltam, mert sok kékítő volt benne, és 2 hétig kék voltam, mint az édes tündér, amikor a hold rásüt. Majd adok én neked édes tündért. 2 pofont, hogy a szemed szikrázik. Te kinek pucolod magadat? Én nem pucolom magamat, tetszik látni, milyen ronda vagyok. Hol van a siposul bora meg a szódavize? A jégen van. Nem hozom be, mert megmelegszik, és akkor ő ordít. Micsoda beszéd az, hogy ő ordít? De hogy mersz a siposulról ilyet mondani? Összeszígye az embert nagyon haragosan. Jól teszi. Jól is teszi. Ne felesej, hallgass. Hallgatok. Nem hallgass. Egy szót se nézd csak. Húzd fel a cipődet, mit állsz itt mezitláz? Az órástál voltál? Még nincs kész az De óra. De nem, azt kérdeztem. Azt kérdeztem, voltál-e az órásnál? Voltam. Mit mondott? Hogy még nincs kész az óra. Na hát, jaj. Hagyd a kezemet. 10 éves korod óta tanítalak, mert szegény anyád hűrokonom volt, és megígértem neki, hogy kinevellek. Azt hittem, egyszer majd hasznodat veszem. De hiába minden. A fejedbe van a baj, hátul van az eleje. Nincs hátul az eleje, kezdik csokkolom, ne tessék rám haragudni, nem vagyok bolond, csak gyönge eszem van, de megjavulok, csak most még boldogtalan vagyok. És azért adtál tegnap reggel cicit a kismacskának? Hogy mit adtam a kismacskának? Cicit adtál a kismacskának. Meg akartad szoptatni a 4 napos macskát, mert olyan buta vagy, mint a tök, és nem férsz a bőrödbe. A szászúr látta, ő mesélte. Én szégyellem magam miattad a szobaurak előtt. Olyan boldogtalan vagyok. Jó, és akkor mindjárt macskákat kell szoptatni? Macskákat, hát csak egy volt. Nagy te. Félbe maradt majom. Hol a kenyér? Miért nincs kenyér az asztalom? Jézus Mária. Na, ugye? Erre nincs gondod. Fürdőre van gondod. Macskára van gondod, szalagra van gondod. Szalagra nincs is gondom. Ne járjon a szád! A kasztidban egész csomó szalagot találtam. Hol vetted? Ne bőket! Hol vetted a szalagot? A sugár és ejznennál. És miből? Te miből vetted a szalagot? A császár úr adott rá pénzt! Te pénzt fogadsz el a császár úrtól? Te cifra! Én nem vagyok cifra. Ne tessék rám ilyet mondani, én Isten bizony nem vagyok cifra. A császár úrnak elvittem egy csomagot Budára az üzletbe, azért adott külön borravalót. A felit eltettem Karzathegyre a Nemzetibe, a másik feléből megvettem a sugár és ejznennel 3 szalagot. Tessék megkérdezni, nem tetszik elvinni. Ha még egyszer pénzt mersz elfogadni a császár úrtól, meglátod, hogy mit csinál magad. Nézze meg az ember! Mi tetszik? Semmi. Mit akar itt? Ez a sipos szobája. Hallottam, hogy veszekszik, hát bejöttem, mert épp a nevemet mondta. Mondok, éppen mérges. Hát, ha én is kapok valamit. Ne viccelődjön, már ma nincs kedvem viccelni. Maguk is azért mernek ilyen hangon velem beszélni, mert még lány vagyok. De legyen nyugodt, ha most asszony leszek, majd magától is több tiszteletet kapok. Most asszony lesz? Mikor? Ma. Micsoda? Ha nagyon érdekli, ma asszony leszek. Még ma férhez megy? Ha akarom, azt is. De csak a jövő héten akarom. Micsoda, kérem, ez komoly? Erikén, nem? Még oda kell készíteni... Ne felesselj, majd oda készítesz aztán! Ez is olyan idegesé tesz, máma! Ez a taknyos! Mesztelenül fürdött az esővizes hordóban! És a kasztélyában egy egész vagon szalagot találtam! Maga adja rá neki a pénzt, mit akar tőle? Nem szégyeli magát? Egy piszkos kis cselédet szutenírozz, nem sül ki a szeme maga, szép fiú?
Nem talál egy szóanyírtabb hölgyet a környéken? Nagyon ideges. Nagyon ideges. Maga adta neki a pénzt? Én adtam neki egy útért, mert Óbudára küldtem. De téged meg légy nyugodt. Hátba várlak, hogyha úgy tüntetsz fel, hogy így meg úgy. Én nem tüntettem fel a császár urat, esküszöm boldogságomra. Nekem nem kell a császár úr, se így, se úgy. De én nem akarok neked kelleni, de te ne csinálj nekem pletykákat! Nem én csinálom a pletykákat! Én dolgozok, mint egy kutya, de mindenki ellenem van. A szászúr is azért árult el, hogy a macskát szoptatni akartam, mert ő is gyűlöl. Mert szájazni akart velem, és én nem hagytam. Mit akart veled? Fél cseresznyét akart velem szájazni. Mit? Hogy ő majd a szájába veszi az egyik cseresznyét, én meg harapjam le a felit, hogy cseresznyepuszit adjunk egymást. Nem veszek ki! Fél óráig húzom. Nem veszek, védj már ki! Nézd csak! Mi baja magának, mondja? Fél órája vagyok itthon, azóta csak pörölni hallom ezen a szép vasárnapon. Szakásnét öli, ezt a kis bogarat kínossza. Férhez megy. Mi baja? Épp az, hogy férhez megyek. Kihez? A Siposhoz. Megbalondult? Meg. Üljön le, kérem. Borzasztó, hogy milyen ideges. Most nem tudom hamarjában, hogy tényleg megbolondult-e. Mi az? Meg mi az evel a szalaggal? Meg hogy én főzöm a cselédet? Bolond vagy? Te féltékeny vagy. Féltékeny vagy? Te buta. Te leszel vagy békén. Micsoda butaság ez a Sipos minden percbe bejöhet. Hallgass meg komolyan. Ennek vége van. Mit nézel? Ennek vége, nem érted? Minek van vége? Annak, hogy a szeretőd voltam. Hogyan? Most egyszerre vége van? Minden ok nélkül pont negyed egykor? Pont negyed egykor, hagyjon békében egy és mindenkorra. De hát még tegnap este is így. És máma már nem. És soha többé. Miért? Esküszöm az anyám életét. Miért? Mert szerelmes vagyok magába. Én magát megvetem és lenézem és gyűlölöm. És addig még csak ment a dolog, amit csak tetszett. De én már öreg vagyok és most beleszerettem magába. És most meg akarok szabadulni magától, és kilököm magát, és félhez megyek a Siposhoz, még pedig rögtön is egy napot se várok, mert különben elzülök maga miatt. Én ismerem magamat, én csupa temperamentum vagyok. Az lesz a vége, hogy könyörögni fogok magának, hogy ne nősüljön meg, és beleharapok a nyakába, leöntöm vitriolra, megszúrom a konyhakéssel. Még se engedem nősülni. És akkor itt állok, és vagyok egy jómódú, vén majd, mit mondtam már, micsoda, akinek van egy fiatal szeretője, és akkor maga minden nap meg fog engem verni, és én akkor fel fogom akasztani magamat. Na. Ez az egész édes fiam. Semmivel se több, se kevesebb. Rettenetes, amiket beszél. Fáj? Nagyon. Nekem még jobban fáj. Sose fogod megtudni, hogy nekem hogy fáj. De nem is érdemled meg, hogy megtudjad, mi? Ki vagy, te egy senki? Van jellemed, nincs? Komoly vagy, nem? Becsületes vagy? Nem is tudom. Szép fiú vagy, és szemtelen voltál. És én 10 éve vagyok a szerető egy mérges vénembernek. És minden, amit te értem tettél, az volt, hogy szemtelen voltál velem. Szemtelen voltál a Balázséknál, amikor megismerkedtünk, aztán szemtelen voltál a Sőja kávéházban, 2-szer voltál szemtelen. És én ettől megvadultam, és szobát adtam neked bérbe. És te nem is álltál velem szóba, és én ruhákat vettem miattad. Én vagyok itt a legtiszteltebb nő a környéken, és te nem köszöntél nekem. Csipkét vartam az ingemre, lakcipőt vettem, de te nem köszöntél nekem. Rám se néztél, csak szemtelen voltál. Nem is fizettél, csak csinos voltál. És én mérges voltam, és te megint nem köszöntél, és én beleharaptam a kezembe mérgembe, te meg a szememben nevettél. És akkor, amikor a legszemtelenebb voltál, és megrikadtál, akkor bevittél a szobádba. És a Sipos Buda sem volt az anyámnál. És én nálad aludtam, aztán megint nálad aludtam, és tetszettél nekem, és sírtam miattad, és mégis megcsaltam veled a Sipost. Folyton. Folyton. Folyton.
Szent Isten, de hát ez borzasztó, hogy milyen ideges. Hát, mit akar? Minden a legnagyobb rendben. Boldogan élünk. Én szeretlek, mint egy őrült. A sípos nem is sejt semmit. Esze ágába sincs téged feleségül venni. Ez a kis panziód jól megy. A sípos nem fizet. Én sem fizetek, de a többiek mind fizetnek. Egészséges vagy. Szép vagy. Fiatal vagy. Mit akarsz? Minek rúgsz fel mindent egyszerre? El akarod venni a Balázsinak a lányát? A Balázsi asztalosnak a lányát el akarod venni? Az nem igaz. Mi az neked egyet hazudni? Persze, hogy azt mondod, nem igaz. El akarod venni a Balázsi asztalosnak a lányát? Nem igaz? Nem igaz. Múlt vasárnap a hűvösvölgyben voltál velük, igen vagy nem? Igen, igen. Ne dadogj! Szerdán moziban voltál a lányal, igen vagy nem? Nem kérdeztem meg tőled előre? Voltál-e vele moziban, igen vagy nem? Igen. Miket sugdostál neki a fülébe a sötétbe? Miért mentél el az apjával a Sőja kávéházba? Miért vitted el a gyűrűjét meg a kartperecét átalakítani? Mert ékszerész vagyok és az a mesterséges! Csaló partivadász vagy az a mesterséges! Adél! Ma reggel egy óra 20-at könyörögtél a Brausz Hentesnek, hogy adja kölcsön a kocsiját ma délutánra. Azt mondtad, hogy ki akarod vinni a mennyasszonyodat Mária remetére? Én mondtam, hogy a mennyasszonyomat, azt mondtam ismerősével szeret! Azt mondtad, hogy a mennyasszonyodat! Csaló vagy, csaló vagy! El akarod venni a Balázsi asztalosnak a lányát, meg tele van dollárra az apja, te csaló! Hadd én megfeledkezzem magamról! Na! Üss meg! Meg van bolondulva. Ha így folytatja, én elmegyek innen. Síposhoz menekül. Egy vén asztalos legényhez. Nem asztalos legény. Bútor tervező rajzoló. Szép kis parti. Ha 10 évig jó volt, szeretőnek jó lesz férnek is. Egy vasasincs. Van nekem. Öreg. Az a jó. Én is öreg vagyok. Sose szeretted. Az a jó. Szép, csöndes, komoly dolog. Utáltad. Nem úgy, mint téged. És nem is fog elvenni. Azt majd én megmutatom neked. Fáj. Adél, drága. Fáj! Én ki se tudom mondani, hogy mit érzek most. Én ki tudom mondani. Szégyent érzel, mert a hiúságot kapott egy pofont. Én tudom, hogy ez fáj, te szép ékszerész. Éppen ezelől bújok én a siposhoz. Én löklek ki téged, mert különben te löksz ki engem, és én akkor fel fogom akasztani magamat. Mit akarsz, miért jöttél be? Oda készíteni? Nem igaz. Te hallgatózni jöttél be. Hova mész? Kimegyek. Miért mész ki? Mert azt tetszett mondani, hogy azért jöttem be, mert hallgatózok. Végezd a dolgodat. Készíts a sipos úrnak papucsot, párnát és mosdóvizet egy-kettő. Miért cipeled ezt a gyereket? Kérem, most az anyja adta ide, hogy vigyázzak rá, mert ő elment sörér a Morbitzerhez. Most már igazán nem tudom, hogy mit csináljak. Miért nem mész te a sörért? Nekem a sipos urat kell kiszolgálni, nem mehetek. Már itthon van, az utcán beszél a szászúrral. Adél, kérem! Mit akar? Beszélni szeretni magával, de nyugodtan csak 5 percet. Én meg akarom magyarázni magának. Nekem maga nem magyarázzon meg semmit. Adél, kérem az Istenért, hát ezt így nem lehet elintézni! Adél!
Kezüket csókolom. Gyere, Lilike. Most oda készítjük a Sipos bácsinak a kabátot, meg a párnát. Addig maradj ott, meg nem mozdulj, maradj szép csöndesen. Adj egy puszit, Lilike. Jó erőset. Jól van. Látod? Ez a kabát, a házi kabát. Ezt veszi fel a drága mérges a testire. Dohány szaga van! Adj egy puszit, Lilike! Jól van! Gyere, párna! Megszagollak téged is! Az én édes drágám alszik rajtad. Ez is dohány szagú! Drága mérgest megcsalja a kedves a császárpállal. Kérlek, párna, mondd meg neki, amikor a füliben rád fekszik. Súgd a fülibe, hogy ne a hűtlen nadét szeresse, hanem az én hű szívemet szeresse. Ne szidjon engem mindig. Drága mérgest megcsalják. Úgy fáj a szívem érte. Mondd, Lilike, fáj. Fáj. Jól van. Most ide tesszük a széket, látod? Ide állítjuk a helyre, mert mindjárt jön a gazdája, és ráül, és mindenkire mérges. Mert nem tudja, hogy olyan édes nekem, mint a méz. Mert ő a legszebb pilóta ezen a szép Budapesten. Repülőpilóta, felhőpilóta, és nincs szebb fénysugár, mint ő, még ha mérges is. Azért egyetlen szerelmem és rózsaláncom. Örök ne felejts, és gyönyörű pilóta! Mondd, Lilike, pilóta. Pilóta. Jól van. Megint kavics van a cipőmbe. Nem veszem ki már késő. Inkább szenvedek, hogy boldogtalan legyek. Megjött a mérges. Nagy titkos szerelmem. Veszed le azt a gyereket az asztalról. Jaj, kezét csókolom. Terített asztalon van a gyereknek a helye. Hallottak már ilyet. Kezi csokolom, bocsánat, tévedés volt. Hogy tetszik lenni? Ebéd előtt rossz kedvem van, ne kérdezz. Vidd ki azt a gyereket. Viszem. Gyere, Lilike. A Sipos bácsi mérges. Kabát. Nyakkendő. Meleg van. Nem kérdeztem. Kalap. Nem kell. Vissza. Vissza. Ingúj. Ingúj. Kézvíz. Kézvíz. Szappan. Szappan. Törülköző. Törülköző. Jó. Tiszta. Papucs. Papucs. Cipő. Egyik cipő. Másik cipő. Másik cipő. Egyik papucs. Egyik papucs és? Másik papucs. Másik papucs. Kendő vissza. Kendő vissza. Kiöntés! Labor visszatevés! Újság! Újság!
leves! Ajtó! Ajtó! Leves! Milyen? Metélt. Hideg? Meleg. Hideg. Visszavívés, melegre tevés? Nem. Itt hagyás. Mit ugrálsz annyit? Mindent kétszer annyi ugrálással csinálsz, mint kellene. Nyugalom. Egy, kettő. Kabát, nyakkendő, kalap, víz, szappan, törűköző, papucs, cipő, újság, leves. Megtanulhattad volna már. Ez minden nap így van, pontosan. Ebben nem is lesz változás. Kezét csókolom. Mi van? Semmi. Mit mondtál? Kezét csókolom. Hova mész? Sehova. Akkor miért mondtad? Csak mondtam. Hülye vagy? Fricsök. Kezit csókolom. Miért csókolod a kezem? Tiszteletből. Akkor vidd a tányért tiszteletből, és hozd a húst tiszteletből. Borjúvesés van spenóttal. Kérdeztem? Nem. Csak mert a többiek combot kapnak, csak Sipos úr kap vesést. Ajtó. Még nyitva se hagytam. De fogod? Á, de volt. Ajtó! Ajtó! Jég hideg. Gyönyörű kék üveg. Leves után 9 cseppet. Tizenegy egész három tized. Hiányzik a borból? Nem. Kevesebb lett? Mondom, hogy nem. Több. Legnap 11 centiméter volt, ma 11,3 tized. A házmester lop belőle, és vizet tölt utána. Tessék letörni a derekát! Bízd csak rám. Na, gyerünk! Felsál szeret krumplival! Te prücsök! Az elébb azt mondtad, hogy borjúves és penóttal.
Azt hittem, de tévedtem, bocsánat. Nagy hiba. Miért nagy hiba? Mert most át kell kapcsolnom a gyomromat felsárra és krumplira. Amikor az előbb azt mondtad, hogy bornyú lesz fenóttal, a gyomrom berendezkedett bornyúra és fenótra. Azaz megkezdte azon vegyműködést, ami a bornyúhoz és a spenóthoz kell. Most aztán hirtelen meglepetésé. Bornyúra számított és marhát kap. Most másfajta savakat kell produkálni. Milyen nagy tudása van. Gyönyörű szép esze van. Ne hízeleg mindig. Édes szép pilóta. Ki a pilóta? Sipos úr. Én? Bútorasztalos vagyok. Én nekem pilóta. Mindenki pilóta, aki ideális. Én ideális vagyok. Én nekem ideális. Ideál pilóta. A felhőkből szállt alá a virágos mezőre, hogy eljöjjön a mennyasszonyáé. Mi van? Most minden éjjel azt álmodom, hogy pilóta volt a vőlegényem, és felszállt a felhőkbe, és beleesett a tengerbe. És minden álmomban Sipos úrhoz hasonlít a pilóta. És beleesik a tengerbe? Köszönöm. És te mit csinálsz? Én fel alá bolyongok a tengerparton, fehér lepelben. Ki van bontva a hajam, kinyújtom a karjaimat a tenger felé, és a viharban eszelősen énekelek. Jaj, annyira szép! Amikor eszelősen énekel? Nem, hanem az egész. Oly szép fájdalom, és oly ideális. És a Sipos úr mindig benne van. A tengerbe? Nem, az édes álomban. Neked jó 25-öt kéne a fenekedre verni. Te nagyon kezdesz mozgolódni. Ha apád volnék, leszoktatnálak az ábrándozásról. Bárcsak apám lehetne, Sipos úr. Nem, mint csak azt kéne. Oly szép lehet a gyermeki szerelem. Nem szégyeled magad? Folyton hízelegsz. Én nem szégyelem magam, a Sipos úr, kérem. Én büszke vagyok rá, hogyha a Sipos úrnak hízeleghetek. Ajtó! Igen! Ajtó! Lekváros kocka dióval és cukorral. Biztos. Biztos. A többiek prézlivel kapták, csak Sipos úr kapta dióval. Egész Pesten azt beszélik, hogy hajnalban mesztelenül táncolsz az udvaron. Jézus Mária, már ezt mondják? Egész Pesten. A Szász úr terjeszti. A Szász úr meg akar csókolni. Miért nem ütötted pofa? Én kérem egy albérlő urat. Aj, ne add a szentet. Ha mindenkire pislog. De majd beszélek Adélnagysáddal. Kiteszünk falura. Én nem pislogok senkire. Én rám is pislogsz, de tőlem kaphatsz egyet. Az más. Igenis, Sipos úrra pislogok. Még be is vallott a szentelen. Miért tetszek nekem ezt mondani? A szememben mondod, hogy én rám pislogsz. Hát az más. Az fájdalom és ideál. Micsoda? Fájdalom és szerelmi ideál. Nem még kínál azonnal! Fájdalom és szerelmi ideál, mert én meghalok abban a Sipos úr, ha megtetszik nősülni, azt nem élem túl! Mi az,
hogy nekem megtetszem nősülni. Megnősülés a neje gyermekeket fog szülni. És hogy bírom akkor én azt a sok fájdalmas zokogást? Hol veszed azt, hogy én meg fogok nősülni? Ha becsület szavát adja, hogy nem tetszik elárulni, akkor megmondom. Hát ez halatlan. Marsd innen, te pocok! Majd én neked adok becsület szót. Egyáltalán micsoda beszédek ezek? Micsoda pletykálás? Na, hát nem is tudom, miért állok veled szóba. Végezd a kötelességedet, és ne szólj hozzám! Majd gondoskodom róla, hogy kirepülj innen, mert nem vállaljuk a felelősséget az elzúlésedért. Na, a császár úrral is mit csináltál, mi? Most mit csapod össze a kezedet? Felej, mit csináltál a császár úrral? Siposul, kérem, én erre nem is felelek, ez olyan sértő. Na jó, eridj ki innen! Ne kerülj a szemem elé, hozd a fekete kávét, mars! Miért bántasz engem, te egyetlen édes pilóta? Mindig engem bántasz, te drága, édes, mérges! Te vagyok a halálomnak és szerelmemnek! A macskát is azért dajkáltam, hát ennek is te vagy az oka! Álmomban a nejed voltam, és gyermekünk született egymástól, és édes asszonyod voltam, és gyermekünk volt a macska! Zököljön meg a száz úr, amelyet bepiszkoltál szerelmemet! Miattad fürdök, és miattad szenvedek, és miattad tűnök. Hogy mertél engem tegezni? Hogy mersz engem tegezni? Most már úgyis minden. Töröld meg az orrodat, erik innen. Majd lesz rád gondom. Mas ki! Tudom, tudom. Ajtó. Itt a fekete kávé. Ezt a gyereket egy pillanatig sem lehet tovább itt tartani. Apja nincs, anyja nincs, te vagy az egyetlen hozzátartozója. Mi vagyunk felelősek a sorsáért. Ha most kezd mozgolódni benne a női hölgy, nyugtalankodik. Meg az a sok színház is. Árt neki! Attól vadul meg! Hát hallod, a nemzetibe csak elmehet. És én különben sem engedem csak a klasszikusokhoz. Na hát, azok írják a legnagyobb disznóságokat. Arról én már nem tehetek. Még valaki tönkre teszi. Szerintem már tönkre is tette valaki. Kicsoda? Hát tudom is én. Császár úr, szász úr. Talán mind a kettő. Cukor van benne? Kettő. Beszélni akarok veled. Na. Halljuk. Lajos. Nem tudom, milyen kedved van máma. Rossz. Pedig már ebédeltél. Vasárnap ebéd után is rossz kedvem van. Tulajdonképpen mindegy. Jó kedv, rossz kedv, ezen át kell esnünk egyszer. Két héten belül feleségül fogsz venni. Drága jó fiam. Ismételd ezt meg még egyszer, légy szíves. Két héten belül feleségül fogsz venni. Jó. Ne csinálj ebből viccet. A legkomolyabban beszélek. Sokkal okosabb, ha minden vita helyett már most rögtön kezded megszokni ezt a gondolatot. Kár minden percét. Olyan sürgős? Igen. Miért? Mert esedékes. Nem. Dehogy! Dehogy, lelkileg esedékes. Jól! És társadalmilag. Ezt az állapotot rendezni kell.
Én tudom, hogy te ezen nem szeretsz gondolkodni. Csak rakod egyik napot a másikra, majd csak lesz valahogy, és másnap tényleg úgy van, hogy a tegnap is elmúlt valahogy, de most meg már nem megy tovább. De hát ez borzasztó. Miért? Mert én szegény ember vagyok. Eddig is az voltál. Hát a feleségemmel nem tartathatom el magam. Eddig se fizettem a kosztért, tudom. Na de legalább adós vagyok vele. Maradsz vele adós továbbra is. Hát hogy gondolod? Mindenki tudja, hogy együtt élünk. És nem csinálsz asszony belőle. Mindig azt mondtuk, hogy erre semmi szükség. Te is szabad vagy, én is szabad vagyok. Hát ez volt benne a szép. Én szabad vagyok? Na jó, hát nem úgy. Hát hogy? Nektek százféle szabadságotok van. A nőnek egy szabadsága van. Az a bizonyos. Én meg abban nem vagyok szabad. Sipos úr, kérem, ő nagysád azt mondta, hogy mondjam meg a Sipos úrnak, hogy voltam az órásnál, és az órás azt mondta, hogy még nincs kész az óra, a jövő héten lesz kész. Jó. A jövő hétig akarsz itt állni? Nem. Hát fiam, én ezt tudomásul veszem, és ősszel beszélünk a dologról. Nem, fiam, ez nem éjszakra megy. Most egy kicsit ugorj ki a nyugodt életedből, majd adok én neked. Nem kell úgy élni, ahogyan te élsz, legyen neked is egy kis gondod. Most haragszol, mert kizökkentelek a kerékvágásból, ismerlek én téged. Én nem vagyok férnek való. Én aglegénynek születtem. De én asszonynak vagyok való. Engem itt mindenki nagyra becsül, büszke lehetsz rám. És neked adtam a legszebb 10 évemet. Nekem adtad? Velem éltél. Én is neked adtam. Az más. Na miért volna más? Mert az enyém az én 10 évem volt, a tiéd meg a tiéd volt, az nekem nem fáj. De a 10 éved előtt volt 8 éved, amit nem nekem adtál. Az nem fáj? Akkor még nem ismertelek. Megint ezzel jössz. Én 20 éves koromban a gróf Zeeburgné szobalánya voltam, és a gróf Zeeburgné fiának a szeretője lettem, na most kim van? Hát persze, hogy kim van. Ha ilyen könnyedén mondod, könnyedén van kim. De én ezt nem tudom ilyen könnyedén kezelni, fiam, mert amikor az eszembe jut, a vér az agyamba megy. Én 10 év óta abból próbálok élni, hogy ezt megpróbálom elfelejteni. De nem megy, mert amikor eszembe jut, az egész testem elkezd reszketni. Na nézd, fiam, beszéljünk egyszer. Tisztességesen. Jól van, jól van. Nehogy az itt, hogy kibúvót keresek. Én elveszlek, ha nagyon kívánod. Igenis, elveszel. Nem kell kiabálni. Épp azt mondom, hogy ha nagyon kívánod, elveszlek. Mert kutya kötelességed. Én nyugodtan beszélek, te ne ingerelj engem. Hagyj engem nyugodtan beszélni. Kutya kötelességed. Fiam, ne izgass engem. Én konstatálom, hogy higgadtan tárgyalok, te pedig direkte ilyen kifejezéseket használsz. Én nem vagyok kutya. Nekem nincs kutya kötelességem. Én egy szabad ember vagyok, és azt csinálom, ami nekem tetszik. Megértetted? El fogsz venni. Most mi van? Ki akarsz hozni a sodromból? Mit akarsz tőlem? Mit ismételed ezt mindig? Mert el fogsz venni. Hadd abba! El fogsz venni? El fogsz venni! És most azért vagy mérges, mert most érzed, hogy most meg vagy fogva. Egészen sápat vagy az ütől. Nézd meg magad a tükörbe és szégyed magad! Adél! Én tűrtőztetem magam, ameddig lehet! De figyelmeztetlek! Ha a végletekig viszed, valami nagy meglepetést talál téged érni! Azt nem hiszem! Tőled csak egy meglepetés érhetne. Hogy úri módon viselkedel. De ez a meglepetés engem nem fog érni. Hát egy szobalányhoz talán még úriember vagyok. Nem csak szobalány voltam, hanem a fiatal grófnak a metresze is voltam. 8 évig. Kerestem ezen az üzleten egy kis házat és egy nagy gyereket. Kérem ezt is kinyilvánítani. Na, most legalább te mondtad ki. Hát igenis elveszlek.
Mert erkölcsi kötelességem. Én vagyok a marha, miért nem háborodtam fel előbb? Mert erkölcsileg lusta voltam. Jó, nekem meg pénzem volt. Te, én... Pihenj egy kicsit, fiam, pihenjél. Te engem sose szerettél. Az nem igaz. Egyszer egy hétig szerettelek. Az első héten? Nem, akkor igazán nem. Egyszer volt egy hét. Vagy két hét. Mikor tüdőgyulladásod volt, és azt hittem, hogy meghalsz. A nagy Láztól nem maradt meg étel a gyomrodban, és azt mondtad, hogy most meg foglak utálni, mert most utálatos vagy. Hát azon az egy héten szerettelek. Aztán sok éjszaka, amikor te azt hitted, hogy a mennyországban röpültem, úgy utáltalak, reggelig sírtam. A gróf úr után. Bizony az után. És most se szeretsz. Nem. És vegyelek feleségül. Igen. Miért éppen én? Mert én úgy határoztam, hogy te fogsz engem feleségül venni. És ha én se szeretlek? És ha én is csak épp úgy, mint te? Megszokásból vagyok veled. Fáradtságból, öregségből. És ha én is éppen úgy gyűlöllek, mint te engem? Akkor is te fogsz feleségül venni. Miért? Ne ordíts! Mert én akarom. Nem vagyok elragadtatva tőled, ne félj, nem azért. Te vagy a legutolsó ember ezen a világon. Te! Most hallgass ide, fiam! Most megtörténik a kijelentés. Nyugodtan! És hidegen! Nem veszlek el. Ha akarod, marad minden a régiben, ha nem, fogom a cókbókomat és megyek. Majd én megmutatom neked, hogy én is ember vagyok. És most ezt az egészet befejezzük, és ha egy szót mer szólni, összetörlek. Összetörlek! Na, most hallottad? Mondtam én, hogy téged még nagy meglepetés ér ma. Most hallottad? Hát, Lajos. Én most megmondok neked valamit. De te vagy az oka, hogy megmondom. Nem akartam belehasogatni a szívedbe, te vagy az oka. Megmondok neked valamit. Én szerelmes vagyok a császárpába. Azt én tudom. Hála Istennek! Legalább látod, hogy eddig gyöngéd voltam, most meg már becsületes vagyok. Ez nem igaz. Micsoda? Hogy becsületes vagy. Ha becsületes lettél volna, bevallottad volna nekem az első napon. Micsoda első napon? Hol van itt az első nap? Melyik az első nap? Napok vannak, és én szerelmes vagyok, és minden nap első nap, és minden nap utolsó nap. Mert nem tudom, mikor kezdődött, és nem tudom, hogy miért nem akar végződni. A szeretője vagy? Ó, de nyomorult vagy. A szeretője vagy? De ostoba vagy! De gyáva vagy! Hogy tudnálak most gyűlölni, ha szeretnélek? Ezt kell erre mondani? Lehetek a szeretője, Lajos? Lajos, segíts rajtam. Lajos, segíts az én vén buta fejemet. Segíts az én öreg szívemen, Lajos! Szerelmes vagyok egy fiatal emberbe. Nem látod, hogy mi lesz ebből? Az Istenért. Ne hagyd, hogy elhagyjalak, és utána szaladjak, és megalázkodjam. Én pénzeljem, ő meg megverjen, meg kezet csókoljak neki, érte? Lajos, Lajos, te okos ember vagy. 38 múltam, és ő 23. Nem érted, hogy mi lesz ebből?
Nem érted? Nem érted, hogy miért ordítok fel hozzád a nyomorúságból, hogy vegyél el? Vigyél el, védj meg, Lajos! Itt csak egy kérdés van. Istenem! Itt most már csak egy kérdés van. Milyen kérdés? Akárhogy fogod is fel. Kérlek, bocsáss meg. Igazán ne légy türelmetlen. Minden izgalom nélkül. Az életünk fordulata előtt áll. Itt most már csak egy kérdés van. Meddig mentél vele? Hát kérdezhetnéd ezt tőlem, ha csak rá is néztem volna? Ki mondta el neked ezt az egészet, nem én? Elmondtam volna? Én tisztességes ember vagyok. Én elbocsátalak, és nekiadlak minden bosszú nélkül. De felelj becsületesen. Ő tudja, hogy szereted? Ha tudná, nem törném meg a házban. Akkor már csak egy kérdés. Ne kínosz! De egy nagyon fontos kérdés. Ő szeret téged? Ne kínosz! Felelj, mert összetörlek! Szeret téged? Nagyon. Mármint szerelmes. Igen. Honnan tudod? Hát, ezt igazán tudja az ember. És miért nem lökted ki? És miért nem mondtad el nekem? Most mondtam el, nem most mondtam el. Nem lökhetem ki, és te se lökheted ki. Olyan korrektől viselkedik a szenvedésbe. Oh. Éppen ez az, ami meghatott. Az nem szenvedés. Szerelem nem szenvedés. Mi a szenvedés? A szenvedés egy operáció, ahol nem altatják el az embert. A szenvedés! Meg az, ha az ember csalódik abban, akiben hitt. Hát, most már csak egy kérdés van. Istenem, miért van ennyi kérdés? Egy nagyon fontos kérdés, aztán vége. Illetve megismétlek egy kérdést. Te éreztetted vele, hogy szereted? Hát ölj meg inkább. Tapos rám, de ilyet tőlem ne kérdezz. Nem is sejti. Hogy sejteni? Jól van, fiam. Adj egy kis szódavizet. Bort is kér. Nem, köszönöm. Hát, kérlek... Pihenj egy kicsit, fiam. Most mindenféle gondolat nyüzsög a fejedbe. Mára már elég volt. Nem akarsz ledőlni? De talán majd később. Forró a fejed. Igen. Szabad. A császár úr. Miben lehetek a szolgálatára a császár úrnak? Kérlek szépen! Önökségelel szerettem volna érdeklődni. Kérem. Úgy látszik, megzavartam a beszélgetést. Nem. Mondja el, hogy mit akar. Tudnélik, már voltam bátor említeni pénteken, hogy a Braus Mártonnak, a hentesnek van az a kocsija, hiszen tetszik tudni, az a hentes kocsi, ami átalakítható ülésekkel társas kocsivá. Most lakkíroztat, a gyönyörű szép. És két jóvérű sárga lova van. Ma a vasárnap nekem egész délutánra rendelkezésemre áll ez a kocsi. 6 személy kényelmesen elfér rajta, és
Gondoltam, esetleg kedve volna a hűvös völgybe kimenni. Nincs neki kedve a hűvös völgybe kimenni. De azért köszönjük szépen, császár úr. Nagyon szívesen, nagycsád. Pláne hentes kocsin. Hát bizony, autón még nincs. Azt tudjuk. Ez minden, amit kívánni méltóztatott? Igen, kérem. Hát akkor nekem volna egy kis kívánni valóm a császárulhoz. Kérlek szépen! Méltóztassék! Azt méltóztatom kívánni, hogy ön ne adjon pénzt a cselédnek szalagra. De kér! Azt a cselédet mi hoztuk ide gyerekkorában, mi vagyunk felelősek a sorsára. De Lajos! Lajos! Nincs itt semmiféle Lajos! Nem vagyok hajlandó eltűrni, hogy az urak közül bárki, legyen az maga császár úr. De félreértés, legyen az maga császár úr, ehhez a gyereklányhoz nyúlni nem engedek. Ha a császár úrban annyira ágaskodik a virtus, menjen az utcára a lányokhoz. De kérem, Adél nagysád a tanul. Adél nagysád önnek nem tanulja. Fejezzük be, kérem. Hát kérem, mit csináljuk, hogyha meg se tetszik hallgatni? Kérlek szépen, a császár úr már nekem igazolt. Neked igazolta, de nekem nem igazolod semmit. Amit mondtam, megmondtam. Hát kérem, erre igazán nem mutatok semmit. Igazán restellem, Adél nagysád. Jó, elég volt. Ha tudtam volna, hogy a semmiségből ilyen... Ez nem semmiség! Kikérem magamnak ezt a kritikát! Nem kritika, kérem! Na, elég volt. Kérem. Bocsánat, hogy zavartam. Ajánlom magam. Ajánlom magamat. Én marha vagyok. Feküdj le. Aludj egy kicsit, fiam. Ezt megszoktad délután, ez hiányzik neked, ettől vagy te ideges. Hány óra van? 1:30. Hol van az óra? Az Irma már mondta. Ja, persze, elfelejtettem. Hú, de fáj a fejem. Lefekszem egy kicsit. Irma! Hánykor keltsenek fel? 4 órakor. Páfiam! Megint azt a gyereket dajkálod. Készítsd az ágyat, lefekszem. Miért búsul, Sipos úr? Mert ráérek, fiam. Én oda vagyok, ha a Sipos úr ilyen szomorú. Mi van veled, máma, hogy úgy szeretsz? Én mindig szeretem, Sipos úr. Igaz szívedből? Mint a galamba tiszta búzát. Kicsúfolni tetszik engem? Most nem is nagyon csúfollak, fiam. Inkább undorodom magamtól. Mindenkitől. Tőlem csak nem. A dologban az a szomorú, fiam, hogyha körülnézek a világon, Európába, Ázsiába, Afrikába, Amerikában. Ezen az egész világon egy jó emberem van, fiam. És az te vagy. Na ne nézd, ne kérdezz. 1-2, gyerünk. Délutáni lefekvés. Párna. Megvan. Szék az ágyhoz. Bor, pohár, szóda. Hamutartó. Papucs. És most csöndes leszedés, aztán távozás és békén hagyás. Függöny elhúzás a legyek miatt.
Csöndes maradj, Lilike. Mindjárt kimegyünk a homokba építeni, addig maradj szép csöndesen. Tetszett valamit mondani? Nem, fiam. Csak sóhajtottam. Ne tessék sóhajtani. Jól van, fiam. Nem sóhajt. Mindjárt megyünk, csak előbb leszedjük az asztalt. Ebbe lette szegényke a levest. Ebbe lette a húst. Ebbe törülte a száját. Abrosz vissza. Kenyér vissza a kendőbe. Só, paprika a helyére. Már alszik. Csöndes maradj, Lilike. Hát most imádlak te, Márti. Drágám, kedvenc csillagom, göncölöm szekere, édesem, mérgesem. Imádlak Európába, Ázsiába, Afrikába, Amerikába. Csak én imádlak, senki más. Most még szegény szolgáló vagyok, de elmegyek érted a bálba, aranyruhába, üvegcipőbe. Most nem hallja, most elmondom. Boldogságom himpora. Lenge szellő lengedez. Fájdalmamnak angyala, könnyeimnek zápora. Írta Szabó Irma. Most nem hallja, mert alszik. De lehet, hogy csak úgy tesz, mint aludna. És akkor hallja. Hát akkor hallja. Hát akkor hallja.